2009. július 1-től új távhőszolgáltató van Sátoraljaújhelyben. A Kotek Energetikai Üzemeltető Kft. Az önkormányzat által kiírt közbeszerzési pályázaton nyerte el a jogot a Sátoraljaújhelyi távhőszolgáltatásra. A pályázati kiírásnak megfelelően a 2009 évben vállalt feladatokat el is látta, mégpedig oly formában, hogy a Sátoraljaújhely Dózsa utca 26 kazánházban egy régi konténer kazán helyére bekerült egy új korszerű Fiszman kazán, korszerű gázégővel. A következő lépés, bár ez egyidejűleg történt, a Eszter Tamás úti kazánházban a két kazán mellé pluszban beépítésre került egy kondenzációs kazán. A harmadik lépésként az Eszter Tamás általános iskolában alakítottak ki egy új hűközpontot, amely a főépületet és a zeneiskolát látja el. Az Esze utca rekonstrukciója során egy korszerű, előre szigetelt ellátó vezetéket is lefektettek. A fűtési idény előtt a Kft. Elvégezte a gázégők karbantartását, és a keringető szivattyúk üzemközbeni próbája, javítása is megtörtént. A fűtési szezon előtt feltöltöttük a távhővezetéket, megnéztük az üzemi nyomásokat, azon rendszereket, azon fogyasztói felhasználói rendszereket, amelyek korábban le voltak ürítve a fogyasztók kéréseire, mert végeztek átalakításokat, javításokat, azokat feltöltöttük, kiléptelenítettük, végeztünk próbákat, üzemi próbákat, mindent rendben találtunk. Ezek után a fűtést megrendelés alapján, október 15-e előtt, megrendelés alapján, mégpedig úgy, hogy a közös képviselők írásos kérelme alapján beindítottuk több lakásban, úgy, ahogy folyamatosan kérték. Azt pedig már minden távfűtéses lakásban észrevehették, hogy október 15-én mindenhol elindult a fűtés problémamentesen. Sajnos a rendszer sajátossága miatt, ugye a feltöltések véget, sajnos hiában légtelenítjük ki a rendszert. Vannak olyan helyek, ahol bent marad a levegő. Mi kértük a lakókat, kiplakátoltuk, értesítettük arról, hogy mi mit szeretnénk végezni, és hogy ezt kértük, hogy ezeket a szelepeket tartsák nyitva. Ennek ellenére ugye vannak olyan szelepek, amik leragadva maradnak. A felhasználói, fogyasztói rendszerek, ami a társasházon belül van, azoknak az üzemeltetése, javítása, karbantartása nem a távhőszolgáltató feladata, hanem az a felhasználó feladata. Jelen esetben a társasházi, vagy az egyedileg a tulajdonosoknak a feladata. Ha tehát valakinek problémája van a radiátorral, először a társasház kezelőjének kell bejelentenie azt. Ha ilyen lehetősége nincs, akkor a távhőszolgáltató megrendelés alapján díjazás ellenében tudja elvégezni az esetleges javítási munkákat. A díjazás a jóváhagyott üzletszabályzat alapján történik.